Hát Nyoli, üdvözletem mindenkinek, áldassék, hogy Gyümölcsén Osvárd Zsolt vagyok, ez pedig itt a Zsoltán YouTube csatorna. És hát itt van velem Patrik. Sziasztok! Ez pedig azt jelenti, hogy... hogy valami különleges dolog történt az életünkben. Igen, általában amikor egy kicsit ilyen kiskegyedesen beleláthattok a magánéletünkbe valamennyire, az szokta jelenteni, hogy itt van a Patrik is. Vagy új autót vásároltunk, vagy mit tudom én, vagy meglett a 100 000 követő, hát az ilyen... Vagy az megleptük ilyen, egymást valami ajándékkal. Vagy megleptük egymást, igen, valami nagyobb ajándékkal, valami olyan, ami ilyen mérföldkő volt az életünkben. És hát most is van egy mérföldkő az életünkben. Bizonyám. Ugyanis találtunk egy kutyát. Pontosabban nem találtunk, hogy ő talált ránk. Igen. Nagyon fontos, hogyha segíteni szeretnél nem csak embereken, hanem állatokon, akkor itt van, itt látható a Cherry Time-nak az elérhetősége, bármelyik elérhetőségen tehetsz felajánlást, bármelyik elérhetőségen, ha gondolod, akkor segíthetsz. Nem csak pénzt, hanem tárgyi adományt, bármit, amit állatoknak gondolsz, akkor bátran írd meg nekünk, küld el nekünk, és mi megpróbáljuk eljuttatni a megfelelő helyre. Dezsőke, egyet értesz? Jól van, kisfiam. Talált minket egy kutya. Igen. Érted? Bejött a kertünkbe. Bejött a kertünkbe egy kutya, ahol ott a lomokat tároljuk, és akkor még nem voltunk benne biztosak igazából, hogy ő egy kutya, de hogy ezt miért mondom, azt most megmutatjuk nektek egy kis videóval. Itt vannak a bordái. Mit tudunk róla? Itt semmit. Egyszerűen csak itt termett. És mi nem tartjuk meg. Az biztos. Az biztos. Mindig nem hagyják kalasztagokban. Nem eszed meg ez? Jó? Nem szedve Fuskó Fusi? Fuskó Fusi nem menő? Ugyanolyan, mint az előző. Éke! Még! Ó, hát ezek mennyi falatok. Na, hát hogy mondjam, szerelem első látásra, hát nyilván akit mondjuk sonkával meg füstölt hússal lehet kicsalogatni a szemét közül, hát az olyan, mint én. Igen, hát egy csuvakka volt tulajdonképpen, lett egy csuvakkánk, és az nagyon fontos dolog, hogy Patrik már nagyon régóta rágja a fülemet egy Magdiért. A Magdi egy Patrik által elképzelt és vizionált Spániel? Igen, Spániel, egy ilyen black tan, fekete-barna színű, olyan, mint a Dezső, csak göndör a szőre, és igazából ő lenne a lánykutyánk. Igen, Magdi. Na most, de én nagyon-nagyon céltudatosan azt mondtam, hogy nem. Egyszerűen nem. Szó sem lehet róla. Nem lehet kutyány. És... Aztán ránk talált. Igen, de hogy én egyébként ebben tényleg következetes voltam, tehát nem mentünk úgy, amikor mentünk menhelyre, például karácsonykor vittük oda azt a 100 kiló csirkét, akkor jó, gyorsan végigszaladtunk és mentünk, és nem hagytam egyik kutyának sem, hogy így közel kerüljön hozzám. Hiába küldött a Patrik ilyen megmenthető kiskutyákat, nem jutottam meg, meg se néztem, nem. És akkor erre bejön bazd meg egy a kertbe. Jó, de hát itt még nyilván nem ért véget a sztori, most itt láthatjátok ezt a képet. Itt voltunk állatorvosnál, itt elvittük állatorvoshoz, és akkor már hát ideiglenesen adni kellett neki egy nevet, és Briginek neveztem el anyukám után, mert hogy anya is ilyen túlélő volt igazából, és bármi volt, bárhogy volt, tényleg a jéghátán is. És ezen a kiskutyán azért látszott, hogy hát látjátok, hogy hogy nézett ki, nagyon meg volt viselve, össze volt rasztásodva neki a füle, nem is látott ugye már hetek, hónapok óta, hogy a szemébe lógott. Pontosan. Az egész haja. És ugye, ugye az állatorvos is mondta, hogy a szemével is ugye gondok voltak ugye hátul, és ugye a hátsó szeménél. Nem, hanem a hátul a szőröm maradt a fekália, és akkor hogy kisebesítette a kis popsiját, és akkor arra is kapott kenőcsöt, meg mindent, amit ugye muszáj volt így. Hát első körben, várjál, nem, első körben most ugrottál egy nagyot, mert első körben csak lecsippeltettük a kutyát. Ja, tényleg, tehát, bocsánat. Tehát, hogy itt te most átugrottál, igen. 6 órás projektet. Na, hogy ez úgy nézett ki, hogy reggel megtaláltuk a kutyát, és hogy minden, ami aznapra be volt táblázva, találkozó, megbeszélések, videó, mondani. Mindent le kellett mondani, mert kiskutya van, betettük egy dobozba, és akkor úsdi, mentünk vele mindenhova. És nyilván első körben a chip volt a lényeg. Jogos, tényleg. Szeretném nektek bemutatni az új haverunkat. Nem tudjuk még, hogy kisfiú vagy kislány, semmit. Most megyünk a doktor bácsihoz, megnézzük, hogy van-e benne mikrochips. És ha nincsen benne mikrochips, akkor majd döntünk a sorsáról, hogy is, mint legyen. Nem, nagyon kíváncsi vagyok. Egy picit imádkozom, hogy ne legyen benne chip. Tudom, hogy ez szemét dolog, de hogyha nincsen benne mikrochips, akkor
Ez azt jelenti, hogy elvihetjük kutya kozmetikushoz, kicsit kikupáltatjuk. Úgy néz ki egyébként, hogy ez egy havanyész kis kutya, bár ide szőr alatt. És akkor megnéztük a csípet benne, és volt benne csíp. És akkor egyébként egy nagyon-nagyon rossz érzés volt benne, mert én azért titkon azt gondoltam, hogy ezt a kutyát, ezt mi meg fogjuk tartani. Hát lána él? Igen, Patrik meg leginkább. De ha meg van benne csíp, és tényleg valaki valahol elszökött, és valaki keresi, akkor pontosan tudom, hogy mit élnék át akkor, amikor, hogyha Dezső mondjuk elveszne, és nem találnánk, és valaki meg befogadna, és jól ellenne velem, szívemet tépnék ki tényleg. És felhívta az állatorvos, ugye a gazdit. És hát volt benne csíp, ugye. És akkor hát a kutya kozmetikus volt a következő állomás, és hát ráadásul, hogy bolháról beszélgettünk, féregről, tetűről, minden volt minden. Ebbe a kutyába, igen, ráadásul ugye rasztás volt a szőre, és egy óra volt szemcseppet, mert a szeme az gennyes volt, kapott bolhaírtót, kibaszott rága volt, 16 ezer forint volt kettőjüknek a bolhaírtó. Hát de ez sosem volt, igen, de Dezső sosem volt bolhás, azért nem tudtuk, hogy ennyibe kerülnek a bolhaírtók, de az a bolhaírtó, kettő bolhaírtó a Dezsőkének, hát ugye neki nagyobb kellett értelemszerűen. Kilóra adták, úgyhogy ilyen 16 ezer körül volt a kettő bolhaírtó, de nincsen egyik kutyában sem, nem volt egyik kutyában sem utána bolha. És hát igazából az van, hogy így nem tudtuk, hogy mi lesz vele. Hogy most megtartsuk, vagy ne tartsuk, vagy hogy legyen. Sokan szurkoltak emiatt, hogy rengeteg üzenet kaptunk. Ugye Instagramon, ahol biztosan kövez, de ha nem, akkor esetleg most megteheted. De kb. Fenn volt majdnem minden történetszál. Ott azért próbáltuk ott a szálakat ott bemutatni, és hogy mi van, meg hát hogyha ott van a gazdája, esetleg látja valaki, akkor nem. De hát most már nem jelentkezett érte senki azóta sem. Én csak arra lennék kíváncsi, hogy nem szeretnék kijönni a kanapé alól? Egy kicsit így megismerkedni a testvéreddel. Gyere már ki, Prigi! Gyere! És kb. Szerintem egy ilyen két hét után Patrikban azonnal, de kb. Két hét után bennem is megfogalmazódott, hogy nem bírunk elválni Brigitától, úgyhogy... Brigita! Most alszik. Gyere! Gyere! Látnátok, hol alszik? Ablakba. Az ablakba. És de figyel minket, hogyha... Minden forgatáson így alszik. Jó, nem minden. A legutóbbin volt már olyan, hogy ugye nem tudtuk már bezárni, mivel, hogy volt egy hatalmas kennelünk, amiben ugye Zsolt is belefért még. Igen, én is belefértem, most már nem férnék bele, de egyébként a kennel még mindig nagy, mert ez a Dezsőnek volt a szoba kennele, ugyanis mikor Dezső kicsi volt, akkor ő lakberendezősdit játszott, és megevett egy ajtót, egy szekrényt, tapétázott időnként, igen, és akkor úgy voltunk vele, hogy átszoktatjuk szoba kennelre. Azóta mióta ketten van, ketten vannak, azóta nincs szükség a kenner, hogyha a kennert összecsuktuk, és ott van az ablak alatt. Itt a Brigitta. Gyere kis fiam, gyere ide! Gyere! Hop. Na. Hát úgyhogy úgy a seggedet mutassa, hogy jó van, gyere. Menj. Jó van. Úgyhogy ő itt Brigitta, aki egyébként most tüzel, meg van duzzadva a sunája, csak mondom. Úgyhogy ő itt Brigitta most már a családunk tagja, a családunk része, Dezsővel együtt. Nagyon figyelünk rá, ha Brigitta kap egy puszit, akkor Dezső is kap egy puszit, ha Brigitta fönnaludhat az ágyon, akkor Dezső is fönnaludhat az ágyon. Csak Balázs Andi kedvéért elmondanám, hogy mi nagyon tudatos szülők vagyunk, és egy darab kutya nincs az ágyban. Hát kifél a porszívózástól, mi? Ez csak egy porszívó, nem hallottál még porszívót? Gyere, mafla, gyere! Gyere, így, nincsen kivételezés, meg nincsen ágyban kutya. Ne üsd a laptopot, te, mert nem tudom, mit művelek vele. Nyugtom, aha, hát balettos, bazd meg. Na jó van, Dezsőke. Rengeteg trauma érhette egyébként Brigittát, és úgy gondoltuk, hogy azt, hogyha mi továbbadjuk őt, akkor az egy újabb trauma lehet neki. Úgyhogy mi nem szeretnénk, hogyha még egy trauma érné őt, ő meg nem szereti azt, hogyha így bekapom a fülét, nézzétek? Azt már megtanultuk. Most már, ha visszanő a szőre, akkor lesz neki egy Sofia szoknyája, minden nagyon vagány lesz. Rengeteg ruhát kaptunk, ugye két hétől hajnaltól is kaptunk rengeteg ruhákat, meg minden, és nyilván nem értettük, hogy mi ez a hóbort, hogy csak egy hóbort lehet, mert mindig ugye néztük Zsoltival, hogy igen, hogy miért kell ruhákat adni a kutyára, miért kell öltöztetni a kutyákat, miért kell bolondot csinálni, ez csak a gazdát szórakoztatja. És Brigitta megmutatta nekünk azt, hogy miért kell, mert hogy ez a kutya úgy fázik, így, mint a kocsonya, így remek, képzeljétek el,
Úgyhogy, úgyhogy rá kellett adni ruhát, hogy, hogy ne fázzon. Jó, nyilván mondjuk egy tüllös 70-es ruháról, amit látunk most, az, az nyilván nem volt kötelező. Jó, igen, de az meg az itthoni, az meg divat, az meg egy hölgy, az meg hát azért tényleg, mint egy szfinx, így alszik, és így tartja a kezét. Kurva jó fej. Igen, ja, és az isteni jel, hogy ő december 11-én született, a Brigittaim pedig 12-én, úgyhogy ez is ilyen, az is ilyen, ilyen tökre, tökre árulkodó jel, hogy, hogy nekünk közös az utunk. Úgyhogy így most négyen vagyunk. Nem terveztünk örökbefogadást, legalábbis négy lábút nem mostanában, és aztán jött, és a kertünkben lett egy kiskutya. Hogy egy-két dolgot azért tanuljunk ebből a dologból, hogy mondjuk találsz egy kutyát a kertedben, vagy csak az utcán látsz egy nagyon, nagyon rossz állapotban lévő kutyát, és ő nagyon rossz állapotban volt, és ő valószínűleg már tényleg hetek vagy hónapok óta lehetett az utcán. Hát azért a 8. kerület sem, és Csepel sincs. Igen, tehát, hogy a, igen. Elvileg innen egy, jött. Igen, tehát, hogy, hogy vagy a 8. vagy a Csepelről jött valahonnan, és hát mire ideért, az biztos, hogy kalandos volt. Na mindegy, szóval a lényeg, ha találsz és látsz egy kiskutyát, akkor, akkor ha nem is viszed magaddal haza, és tudom, hogy hogy nem teheti ezt meg mindenki, hogy most befogadja. És hát nem jobb vagy rosszabb ember vagy, mert befogadsz egy kiskutyát, nagyon sok mindenkinek nyilván lehetősége nincsen rá. De az viszont szerintem nem pénz kérdése, vagy az viszont szerintem nem az nem is lehet kérdés, hogy mondjuk elvid, lecsippeltetni, vagy egy telefont megeresztesz, igen, amit egy állatmenhely, a leírásban találtok egyébként állatmenhelyeket, olyanokat, akiknek lehet szólni. Lefotózzátok, kiteszitek a Facebookra, amit a gazdit próbáltok neki keresni. Félreértés ne essék, senkinek nem kötelessége orvoshoz vinni, beoltatni, kozmetikushoz vinni, befogadni, etetni, itatni, kis kurvának jó kis izét, szálláshelyet biztosítani, meg családot, érted? Tehát ez senkinek nem kötelessége, viszont azt gondolom, hogy egy állatot látni az úton, az viszont abszolút. Ennek a videónak a bevételét, azt pedig egy kutyamenhelynek fogjuk adományozni. Majd azt, hogy milyen úton, módon és hogy kinek, azt majd tőletek fogjuk nyilván megkérdezni. És ha kutyamentéssel nem is fogunk foglalkozni, de folyamatosan dolgozunk majd együtt állatmenhelyekkel, nem is mi, hanem ugye a Cherry Time. Úgyhogy, ha gondolod, akkor itt az itt látható elérhetőségek bármelyikén utalhatsz pénzt, vagy tárgyi adományt, esetleg állateledelt, macskaalmot, mit tudom én, ami így eszedbe jut. Ezeket nagyon szívesen fogadjuk, és most már igyekszünk nem csak az emberekkel, hanem az állatokon is egy nagyobb körben segíteni. Na, hát húsvét hétfő ennyi volt, szerdán az eddigi legmegrázóbb és legdurvább egy kanapé résszel jövök nektek. Nem tudom már hányadik része ez, de azt tudom, hogy a negyedik évad és ötödik része, de hogy összesen, hogy hány részt forgattuk, de ennyire engem még nem viselt meg beszélgetés. Ezután kellett egy pár nap. Úgyhogy hát üdvözöljétek itt Brigittát a családunkban, most már négyen vagyunk, és köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Igen. Találkozunk legközelebb, legyetek jók, sziasztok! Sziasztok!